Ismét megkezdődött egy tanév. Ez mennyiben érzékelhető a református egyházban? Több gyerek vesz részt az Isten tiszteleten, mikor kezdődik a hittan. Több gyermeket látunk ilyenkor, hiszen vége a nyári szünetnek. A hittan nálunk egy kicsit később kezdődik, a munka vele viszont már elkezdődött. A beiratkozásra, tudtuladására annak, hogy hittanoktatás is van, egy kicsit nagyobb gond, és idő kell, mint egy egyszerű iskolai beiratásra. Hogyan történik ez a beiratkozás? A beiratkozásra többféle próbálkozásunk volt. Talán a legredményesebb az volt, amikor minden iskolár gyermek kertvárosban, ez egy 7000 gyermeket jelentett, szórólapot kapott készhez. Felekezettől függetlenül minden felekezet számára jelentkezhetett. Tána próbálkoztunk azzal, hogy szülőértekedeten veszünk részt, hogy a szülőkkel személyesen találkozzunk. Talán még a háttérben maradásos, írásos nyilatkozat volt a legeredményesebb. Most is megvan természetesen a lehetőség a folyamatos jelentkezésre. A legegyszerűbb módja, hogyha itt jelentkeznek a lelkészi hivatalban, kertvárosban. Mennyire támogatják a szülők a gyerekek hitoktatását? Tehát gondolok arra, hogy sokszor a gyerekek úgy választják a hittant is, mint bármelyik más szaköri foglalkozást. Tehát nem egy dologról van szó hittan is más tudomány területén. Igen, nagyon nagy a különbség, hiszen van olyan szülő, aki a gyermeke testi fejlődéséért sem érez felelősséget, a szellemi fejlődéséért sem. Otthon a gyermek nem igen lát könyvet, nem lát maga körül egy szellemi környezetet. A lelki háttér pedig sajnos nagyon sok családban Teljesen hiányzik. A szülőktől a támogatottságot úgy várnánk elsősorban, hogy maguk mutassanak példát a gyakorlatban, de ha ez nincs meg, akkor ezt rá az egyházra, a gyülekezetre, amit tulajdonképpen a keresztelőkor meg is ígér. És a gyülekezet pedig ezért a felelősséget vállalja imádságban, odafigyelésben, Megfelelő időben való kiértesítéssel, egyáltalán a növekvő gyermekkel kapcsolattartással. Már óvodáskortól van hittan, tehát jöhetnek a nagysoportos óvodások, velük itt foglalkozunk, az iskolásokkal pedig az iskolában is, és itt a gyülekezeti házban is lehet választani. Itt a Református Egyházban kik tanítják a hittant? Nagy gond volt, 90-ben, amikor a hittanoktatás az iskolákban is lehetségessé vált, hiszen korábban ez nem volt elképzelhető. Mi itt a gyülekezetben időben indítottunk, mert 89-ben elkezdtünk feleségemmel egy hittantanárképzést. Egyébként pedagógusokból olyan speciális képzéssel lettek hittantanárok, akik hitükben is, és tudományukban is, és szeretetükben is meg tudták közelíteni a gyermekeket. Azután ez hivatalossá is lett, mert először a Budapesti Református Teológiai Akadémiának, majd annak hittan hittantanárképző nagykörösi főiskolájáról a kihelyezett levelező tagozat itt működött ebben az épületben, és ebben az évben is indul itt Pécsett kihelyezett levelező tagozat hittantanár képzésre. Jelenleg hat hittantanárunk van, és a két lelkész, mi nyolcan foglalkozunk a gyermekekkel. A szülők mennyire kapcsolódnak be gyermekeik hitoktatásába? Azok a szülők, akik járnak templomba, vagy a gyülekezet valamilyen közösségében részt vesznek, természetes, hogy itt vannak, és ezt támogatják. A döntő része viszont templomba sem igen jár a szülőknek. Őket megpróbáljuk bekapcsolni tavasszal, össze van egy közös kirándulás, szülőkkel, gyermekekkel, télen szeretett vendégség, és ezen túlmenően a hittanos évkezdő istentisztelet egy szülői értekezettel van egybekötve. Mit tapasztalható így az évek során növekszik el hittanosok száma, elégedettek-e el a hitoktatással a gyermekek? Hogy a gyermekek elégedettek-e vele, ezt ők tudnák megmondani. Akik jönnek, úgy látom, hogy szeretnek hittanra járni. A konfirmáció előkészítővel vannak úgy, hogy az egy kicsit szokás és inkább kényszer a számukra. Én az elején mindig elszoktam nekik mondani, hogy szeretném elkerülni, hogy végig unatkozzák az előkészítőt, aztán a fogadalomtételt végig hazudják, és a hittanos vizsgát pedig végig izgulják. Remélem, hogy ezeket sikerül elkerülni, és a gyerekek tulajdonképpen szívesen vannak itt. Ehhez jó segédanyagaink vannak, a hittankönyvek arzenáljár rendelkezése minden korosztálynak, elkezdve az óvodásokkal, de a felnőtt katehézisnek, hittanoktatásnak is megvan a maga tankönyve, és ehhez a katehétának, a hittanoktatónak a segédanyaga és szemléltető anyaga. Hogyan áll össze a hitoktatás a kisgyermekeknél? Tehát mivel kezdődik? A kisgyermekeknél egy olyan könyvvel kezdünk, amelyet nézni kell és nem olvasni. Nagy szerepe van itt a játéknak, a foglalkoztatásnak és az éneknek. Ezért fontos, hogy a, a hittantanár olyan legyen, aki mindezekhez ért, és a legfőbb illusztrációs anyag tulajdonképpen maga a tanár, a legfőbb eszköz, az a lelkülete, hogy ő a gyermekekkel foglalkozik. Jézus erre olyan nagy hangsúlyt helyezett, hogy azt mondta, hogy aki egy gyermeket megbotránkoztat, ő ilyet pedig nem szokott mondani, azt mondja, hogy jobb, ha malom kötnek a nyakára és a tengerbe dobják. Tudnék meggyőződésem, hogy a gyermekek ellen lehet büntető legtöbb bűncselek, mint elkövetni. Senki nem kéri számon, hogy a családban egy gyermekkel mit csinálnak. Ez nem olyan kategória, amelyet bárki számon kérne. Jézus számon kéri, ilyen szigorúan kéri számon. Amit még ehhez hozzáfűznék, hogy a hittan oktatás szabadon választható, de nem lehet rábízni semmiképpen sem a gyermekre. Hiszen a gyermek magától nem tudna enni, amikor megszületik, etetni kell. Nem akarnadott esetben iskolába menni, iskolába kell járnia. Választani azután kell, miután hiteles információkat szerzett Bibliáról, gyülekezetről, Istenről, akkor még mindig megteheti, hiszen erre Isten is mindenkinek szabadságot ad, hogy ezt elutasítja magától. De választani csak akkor tud, ha ezzel is megismerkedett. Sok helyét úgy gondolom az emberek eljárnak templomba, mert így nevelték őket, de nem sokat tudnak a vallásokról találnak-e segítséget ma az egyházban? Megpróbálunk minden módon segítséget adni. Van, akik felnőttként kerülnek hozzánk, nincsenek megkeresztelve. Semmi akadálya annak, hogy egy rövidebb vagy hosszabb beszélgetésen, tanfolyamon keresztül megismerkedjenek a Biblia alapkérdéseivel, hitünk, vallásunk, egyházunk kérdéseivel, és utána keresztelkedjenek, konfirmálkozzanak. De azok számára is nyitott az ajtó, akik nem akarják elkötelezni magukat az egyház mellett, viszont a Bibliáról szeretnének többet tudni. Erre minden lehetőségük megvan itt az úgynevezett felnőtt hittan keretében. Vannak-e ifjúsági csoportok, ahol szintén a Bibliáról van szó? Igen. Én úgy vagyok vele, hogy inkább sok élményt kapjanak a gyermekek a konfirmációig mert ha túl sok tudásanyagot kapnak, egy lesz ez az iskolai órák közül, és elmegy a gyermek kedve. Inkább több élményes maradjon itt, a tudásanyagot utána is lehet pótolni, éppen ezért a konfirmáció után ifjúsági csoportok működnek. Van serdülő óra, kisifi, nagyifi, ebben az évben megpróbáljuk újra szervezni az öregifit is, mert fontos, hogy ne csak Isten tiszteleten szólítassanak meg, de ők ne tudjanak válaszolni, hanem legyenek olyan közösségek, ahol a hit és az élet kérdéseit meg tudjuk beszélgetni egymással.